Szeretettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adása rengeteg programról fog szólni. Elsőként viszont nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Mikó Istvánt itt a stúdióban, aki ismét a Mandala Dalszínházzal játszik, és Kovács Attilát, ugye a Mandala Dalszínház, mondhatom azt, hogy örökös tagját, hiszen mióta itt fellebbent a virtuális, vagy nem is tudom milyen függöny, a József és a Bűvös Kabát című előadásban, azóta hatos te itt élsz és mozogsz, és úgy gondolom, hogy bezsebeled a sikereket, csak úgy, mint Mikó István művész úr, ugye, hiszen ez már itt a negyedik rendezése a Hippolita lakályra gondolok, amely egy fergeteges előadás, egy ikonikus darab. Volt már talán egy próba előadás Újfehértón, hogy fogadta közönség? Próba előadás is volt, de igazából a bemutató az most lesz majd a mikor van pontosan, augusztusi. Jó van, mert nem akarok butaságot mondani, mert én játszom, de hogy mikor hívjuk bemutatónak, azt így tudjátok. Természetesen egy vígjáték esetében nagyon fontos az, hogy bepróbáljuk azt is, hogy a közönség hogyan reagál a mondatokra, a helyzetekre, és így sokkal biztonságosabban tudunk a bemutató elő. Akkor nézni. Egy picit lehet, hogy az újfehértói közönség reakciója módosított az előadáson, vagy ez egy szuper közönség volt, és úgy reagált, hogy ők a ők általában nagyon helyesek, nagyon befogadóak, és élvezik azt a helyzetet, mindig ki szoktam menni előadás előtt, és elmagyarázom, hogyha itt valami nem jó siker, akkor lehet, hogy leállunk, és néha izgatottan várják, hogy történjen. Hát, ha leállunk. Eddig még erre igazából nem volt példa, de persze én könnyebb helyzetben vagyok, mint az egész csapat, hiszen én ez a harmadik előadás, amiben játszom Schneider Mátyás szerepét, még annak idején 20 évvel ezelőtt, ezt hozzasztó kimondani, de Sopronban játszottam, akkor Való Péter rendezte azt az előadást, és a Turaida Színházban is játszom Pesten, ott én rendeztem, és tulajdonképpen ez az előadás annak alapján készült, tehát az a szövegkönyv és a zenei háttér, Ezeman Mihály dalai csendülnek fel, hogyha a kedves közönség várja, hogy köszönöm, hogy imádott, meg Pák is aranyom, Pák is ezt nem fogja hallani, azért lesz, mert ez nincs benne. Az a filmben benne van, ebben az előadásban más, viszont jobbnál jobb Ezeman dalok csendülnek fel. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy gyakorlatilag az ember olvassa el mondjuk a történetet, mielőtt megnézi moziban, vagy akár egy színházban, vagy egy film után, ugye egy színházra álmodott darabot néz meg, vajon melyik az, amelyik úgy benne él a zsigereiben. Hát szerintem ezt mindenki eldönti. Minden esetre a Mandala Dalszínház tagja, és én is gondolom, hogy gőzerővel azon lesznek az előadáson, hogy itt tényleg katartikus pillanatokat, és őrült nagy nevetéseket, és mindenféle emberi érzelmeket éljenek meg. Egy picit kanyarodjunk azért vissza arra, hogy hogyan is kerül egy Jászai Mari Díjas színművész Nyíregyházára egy olyan társulatba, akik gyakorlatilag szinte profik, sőt azt gondolom, hogy azok, és évtizedek óta már rengeteg előadásban játszottak, de hát azért mégsem egy kőszínház. Mit szólt ahhoz, amikor először fölhívták önt, hogy lenne itt egy ilyen kis társulatocska? Dobos Laci volt az első invitáló személy, ugye az a barátunk, aki sajnos már nincs a társulat élén, egy más társulatot vezet, valószínűleg hasonló odaadással, mint ezt tette a Mandaláékkal. És hát évtizedek óta ismertük egymást. Különböző előadásokkal már jártunk itt, különböző színházakkal, különböző színész csapattal, tehát nem volt kérdés számomra, amikor megkeresett. Kicsit mondjuk más a helyzet úgy próbálni egy színházban, akinek nincsen színházi épülete. De még megkockáztatom, 25 éves múltatokra tekintettel sem
kaptok szerintem olyan megfelelő helyet, ahol egy valóban igényes és jót akaró társulat próbálni tudjon. Tehát a nehézségek azok ebből szoktak adódni, de Pesten is próbáltam én hihetetlen helyszíneken, és az már ugye szállóige, hogy az ember betesz két széket, és akkor megkérdezik, hogy nem láttad, hogy az ajtó? Igen. Vagy most miért mellette jössz be? Hát ez ajtó, igen, a két szék közötti kis terület. Ezt hozzá vagyunk szokva. Ráadásul ugye a megyében nagyon sokféle és lehetőség, adottságú játszótér van, tehát most éppen a szabadtér gyönyörre itt fogjuk élvezni. Most éppen azt hiszem Mária Pócsra. Igen, ott is volt. Megyünk, itt csinálunk egy ilyen, még egy ilyen kis előzetes. Így van. És végül is ez is adja az érdekességet ennek a fajta létnek. Én amúgy utazós ember vagyok. Szabolcsban meg sokkal szívesebben utazom az összes többi kollégámnál, ezt merem állítani, hiszen szüleim révén kisvárdainak tekintem magam. Van némi közöm annak, hogy ott, ahhoz, hogy ott színház alapult nagyon régen, úgyhogy hát meg hát csinálok. Nyilván Budapesten is, és az ország számos pontján borzalmas nagy szeretettel fogadják, de én láttam tavaly, hogy tényleg szinte remeg a közönség, amikor kiáll a színpadra, és hát ez minden bizonyan most, ugye tavaly még a görögkatolikus általános iskola udvarán, most viszont azért egy igazán nagy szabadtéri színpadon, illetve nem, most ismét a görögkatolikus, bocsánat, én is kezdtem nézegetni, beszélek már is. Hova sikerült? Igen, most csak ez egy ilyen kis cseres. Nem, ugyanott, én szerintem nyári játszóhelyre megtaláltam Mandala Színház azt a partner, akivel érdemes dolgozni, és reméljük, hogy ezt a kapcsolatot tudják tovább. Nagyon készségesek, nagyon jó a helyszín. Szerintem nem volt rossz a skanzenben játszani, csak ott a természet lágyulén nehezebb. Egy picit nehezebb volt behúzni a közönségnek, illetve bemenni, ugye, mert igen, főleg kijönni ott a sötétben, de úgy gondolom, hogy itt a belváros nagyon egy remek hely. Nagyon jó helyszín. Mindenkinek csak ajánlani tudom, tessék eljönni, és akkor tessék jól érezni magát. Gyakorlatilag már csak annyit szeretem volna mondani, elfogyott az időnk, hogy hát egyrészt én imádom művész urat, de már most pár perc alatt itt vigyorogtam, mint a vadalma, gondolom, hogy ugyanez van, ugye, óriási a próbákon. Óriási Schneider Mátyás, óriási Mátyás, tudod, mondja a Makács úr, aki óriási Makács úr, óriási. Nagyon sok jelenetünk van együtt, és azért is örülök, mert például, hogyha olyat rendezek, amiben én nem tudok részt venni, akkor Atosszal szoktunk kettős szereposztásban lenni. Uh-huh. De én meg örülök, hogy itt most nem lett együtt hanem egymás szerepeit játszuk, hanem egymással. Nos, játszunk. Hát akkor nagyon sok sikert kívánunk Mária Pócson, és természetesen várjuk szeretettel az előadást itt Nyíregyházán, a görögkatolikus általános iskola udvarán. A kedves nézőknek pedig a következő percekben mutatunk egy kis részletet a Hippolita lakály című előadásból. Hozzá mellé egy pár fiatal hagymát. Lehet köztük egy pár idősebb is. Hagymát a libához? Majd elfordítom a fejemet, tiszta haszon. Túlzás, hogy megbeszéltük. Ezt csak te beszélted meg vele, de én másutta nézhettem. Nézd meg, Terka, hogy ennek a nagybátyától függ a városi személyszállítás. Hányszor mondtam neked, hogy nem tűröm az asztalnál a hagymát? Jó, majd legközelebb ipolyával meg kökörcsénnel eszem a riba sültet. A személyszállítás abban különben igaza van a mamára. Ha azt megkapjuk, de leszel a leggazdagabb lány egész Pesten. Ugyan, papa, egy ilyen szemétszállítás miatt? Hát én már nem hiszek ebben az egész koncesszióban. De én hiszek! Akkor menj vele teniszezni, te! Ugyan már, kislányom! A tenisz, az szerinted egy sport? Asszózni, ha mehet! Tökre verem! Hát
Hippodrom. Köszönjük szépen. Hippodrom, egészségére. Hippodrom. Micsoda? Hippodrom. Mi van? Itt van egy úr, azt mondta, hogy jöjjek be, aztán csak annyit mondjak, hogy Hippodrom. Na jó, de mi a neve? Hogy hívják? Azt nem tudom. Csak annyit mondott, hogy Hippodrom. Talán Hippolit? Úgy is lehet mondani, de annak semmi értelme. Hippodrom? Ki az a Hippodrom mama? Hippolit! Felvettem egy inost. Egy komornyik. De hogy komornyik. Inos! Meg akartam ott vele letni. Sikerült, mama. Remélem nem maragszol. De hogy haragszom. De ha meglátom, úgy kirúgom a rába, nem vége a bőre. De hogy rúgod? 12 évig szolgált egy lófi háznál. Na hát nálunk nem fog annyi ideig. Éppen ideje, hogy változtassunk az életkörülményeinket. Hogy Isten áldjon meg, mama, hát egy komornyik a mi környezetünkben. De most miért komornyik? Inos! Tóbiás hívja be. És mi bajod a mi környezetünkkel? Hát miért? Hát nem szép ez a környezet? Ugye rózsadom, nyolc szoba. Szép bútorok. Hát itt van például ez a gyönyörű szép trümó. Hát nem mondom. Első Schneider Mátyás képe, hát az elég bócska. Hát ahogy az a sok fiókos vacak is. Na de azon rögtön látni, hogy úgy vettük át a villával együtt a régi tulajdonostól, és abban a pillanatban dobjuk ki, amikor csak akarjuk. Papa, vedd föl a zakódat, mert ingújban nem fogadhatod. Ki akarja fogadni? Hát úgy tudom, hogy... Nagyságos asszonyom, uram, kisasszonyom. Tessék! Foglaljon helyet! Látom. Szóval, kegyed az? Parancsára, nagyságos uram. Hogy is hívják, kérem? Engem szolgálatára Hippolit. Rendben van, de mi a keresztneve? Azt mondom, kérem szépen, a keresztnevemet. Hippolit. Acsait Hippolit szolgálat. Kedves nézőink, boldog csók és ölelés napot kívánok! Július 6-a ugyanis ezeknek a cselekvéseknek hivatalosan is a világnapja. És hogy ezek miért olyan fontosak egy kapcsolatban, arról állandó pszichológus szakértőnkkel, Lupák Évával beszélgetünk. Szia Éva! Milyen jó nekünk van egy saját pszichológusunk, és alig várják már itt az kicsit megrodgyant mentális állapotban levő kollégák, hogy még... beszélgetés után esetleg személyesen is tudjanak veled egy pár szót váltani, hát pedig lehet, hogy csak meg kéne egymást ölelnünk, nem? És már az is nagyon-nagyon sokat jelentene. Jó ez, hogy van az ölelésnek, meg a csóknak világnapja? Nem akarom, hogy 18 karikás legyen, mert hogy még ugye nagyon korán van ez a beszélgetés, de hát valahol egy picit talán rávilágít arra, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor csókolózunk, és aztán utána, amikor egy picit alább hagynak az érzelmek, akkor ez megmaradt tényleg egy ilyen nagyon intim műfajnak, pedig lehet, hogy gyakrabban kellene élni ezzel a dologgal is. Az ölelés egyébként szerintem egy nagyon érdekes, vagy az érintés, az ölelés egy nagyon érdekes kérdés, hiszen hogyha belegondolunk, akkor egy ölelésre annyi mindent ki tudunk fejezni. Tehát szavak nélkül tudunk átadni olyan érzéseket, érzelmeket, mondjuk akár ha arra gondolsz, hogy egy vigasztaló ölelés, egy szeretetteljes ölelés, egy anya, hogy megöleli a gyerekét, ahogy a szerelmesek ölelkeznek, szóval nagyon sok mindent ki lehet egy ennyire egyszerű mozdulattal fejezni, amiket szavakkal lehet, hogy nem is tudnánk ennyire mélyen átadni. Amiket ugye nem is tudtunk picikorunkban, hiszen még egy évesen azért a legtöbb gyerek nem beszél, viszont már ölel, és puszil, és bújik, mert tudja, hogy az érzelmi kis akkumulátorait ilyen módon tudja feltölteni. Valahol azért mi magyarok nem vagyunk annyira hátrányosak szerintem ebből a szempontból, mert azért vannak tőlünk sokkal visszafogottabb és ridegebb országok. Le lehet azt mérni, hogy mondjuk egy német, egy átlag német esetleg éppen ettől érzelmileg
kiegyensúlyozatlanabb, vagy talán szomorúbb, hogy nem ölelkezik annyit, mint mondjuk egy mediterrán országban élő? Ez biztos, hogy a szokásrendszereken múlik, hogy melyik népcsoport, vagy melyik ország hogyan fejezi ki az érzelmeit, milyen érzelem megnyilvánulásokat mutat, viszont azt lehet mondani, hogy ahol gyakrabban vannak érintések, ölelések, testi kontaktus, azoknál az embereknél, vagy népcsoportoknál a depresszió például alacsonyabb fokú, vagy például a szorongásos tünetek nagyon jól csökkenthetőek például azáltal, hogyha valaki gyakran érintkezik és gyakran kerül ilyen fizikai kontaktusba. Akár terápia is lehet az, hogyha mondjuk tartósan vagy hosszú ideig ölelkezünk. Meg lehet ezt, fel lehet ezt írni receptre, hogy tessék szépen most minden nap legalább 40 másodpercig megölelni a hozzátartozóinkat, a szeretteinket? Mindenféleképpen egy kísérletnek jó lehet, tehát megpróbálni azt, hogy hogyan változnak mondjuk az emberi viszonyaink, hogyha több ölelést vagy több szeretetet fejezünk ki különböző fizikai gesztusok által. Azt hiszem, lehet, hogy arról már beszélgettünk, hogy nagyon-nagyon sok ember él úgy, akár családban, hogy tulajdonképpen alig van igazándiból érintés, tehát a reggeli puszi, az esti puszi, de ez a hosszantartó ölelés, amit még gyerekkorunkban ugye megkaptunk az édesanyáktól, az hiányzik. Én magam szerencsés vagyok, mert sok olyan barátom van, akikkel hosszantartó öleléssel köszöntjük egymást, ami legalább egy 15-20 másodperc, és pont az a lényeg, hogy akár a szív csakránkon keresztül tudjunk kapcsolódni. És tapasztalható az, hogy gyakorlatilag kell egy ilyen 10-15 másodperc, amikor ez a nagyon feszült test, ugye állandóan védekezésben vagyunk, mert ki tudja, hogy a külvilágtól mit kapunk, elkezd elernyedni, és hogy bele tud engedni az ölelésbe. Tehát én most úgy gondolom, hogy ez tényleg valahol, mintha fel kellene írni nekünk receptre. Én is azt gondolom, hogy ez ilyen rutinból adott puszi-puszi két oldalra, és az, amikor valakit őszintén átölelünk, a között nagyon nagy minőségi különbségek vannak, és teljesen másképp viszonyul az ember is, aki mondjuk fogadja. Tehát megpróbálni ezt, hogy hogyan állnak hozzánk az emberek, hogyha megöleljük őket hosszan és szeretetteljesen, az szerintem egy izgalmas kihívás mindenkinek. Meg talán azért van egy kontraszt ebben a világban, nem? Hogy zúdul ránk a pornográfia, illetve nagyon könnyen létesítenek az emberek, mondjuk akár, vagy a mindenféle fiatalok, idősek, most nem akarok feltétlenül itt generációkra bontódni, akár szexuális kapcsolatot, de mégis ezek a mindennapi simítások valahogy, minthogyha az lenne éppen az intimitás, és a pornográfia meg egy ilyen hétköznapi dolog. Hogyha pszichoterápiákat nézzük, van egy újfajta irány, ami mostanában elég jellemzően bekerült, ez bodyworknek nevezik, ez pontosan arról szól, hogy a testtel, az érintéssel dolgozunk, legtöbbször csukott szemmel kizárjuk azokat az egyéb ingereket, amik vizuálisan érnek minket, és csak magunkra figyelünk, és csak a másikra. Ezt csoportban szoktuk általában végezni. Nincs szexualizált jellege, hanem sokkal inkább ez a visszatérés az alapokhoz, visszatérni ahhoz, hogy milyen az, amikor az érintésre figyelünk, és a testünk jelzéseire, és arra, hogy mi az, ami jól esik, vagy mi az, amit szeretünk. Aki már volt ilyen, mondjuk ilyen pszichotréningen, vagy ilyen csapategyesítőn, ugye sok olyan gyakorlat van, amikor meg kell fogni egymás kezét, és ugye mindig vannak emberek, akik ettől rosszul vannak, és nagyon nehezen tudnak ebbe bekapcsolódni. Ilyenkor mit szoktatok csinálni, esetleg ha csinálsz ilyet? Mi a recept? Hogyan lehet feloldani? Mindig van pár olyan ember, aki azt mondja, hogy ez tény biztos, hogy nem. Azonban, ahogy kialakul a csoport intimitása, vagy kialakul az a fajta légkör, amiben bátrabban bele lehet magát engedni, akkor mindig az a tapasztalat, hogy sikerül oldani ezeken a gátlásokon egy picit. Nyilván nem teljesen, de hogy a kiindulási állapothoz képest mindenféleképpen. Ugye mindennek van világnapja, tehát most ennek is van. Szerinted változhatunk attól, hogy most például beszélgetünk ettől a történettől, vagy az emberek szemléletmódja, a világnapok azok hozzásegítenek ahhoz, hogy egy picit mozduljunk a nulláról, vagy a holdpontról esetleg? Hát, ha már egy picit mozdulunk, az jó. És hogy azt gondolom, ha nem is mindenki beépíti ezeket a világnapokat, de már van egy figyelemfelhívó jellege. Tehát hátrányosan nem gondolom, hogy bárkit érintene, hogy elkezd mondjuk tudatosan figyelni arra, hogy neki milyen a testkommunikációja, ő hogyan tud szavak nélkül kifejezni érzéseket. Meg talán azt gondolom, hogy annyit mindenképpen változott, legalábbis a magyarság hozzáállása, akár a lelki problémák,
problémákhoz, akár a különböző hát embereket érintő traumákhoz, hogy már mernek segítséget kérni. Te hogy látod a te életedben, a praxisodban? Már ugye nem ciki, hogyha valaki pszichológushoz jár. Abszolút azt látom, hogy már nincs az a tabu jellege, tehát nincs egyenlősítve azzal, hogy ha valaki pszichológushoz megy, akkor ott valami nagy mentális probléma van, hanem nagyon sokszor van egy élethelyzeti elakadás, amihez egy pici kell, hogy utána tovább tudjon lépni. Nyilván van olyan, amikor hosszabb terápiára van szükség, de hogy én ezt egy nagyon jó vonalnak látom, hogy merünk segítséget kérni, ugyanúgy, hogyha a torkunk fáj, akkor is elmegyünk orvoshoz, és nem mondjuk azt, hogy az ciki. Igen. Hát, hogyha nagy baj van, akkor tényleg fontos, hogy az ember merjen segítséget kérni. Aztán, hogyha még úgy érzi, hogy még csak egy nagyon pici segítség kell, akkor lehet, hogy elég, ha megöleli a szeretteit, vagy a mellette álló kollégáját, és egy picit új energiát és lendületet kap ahhoz, hogy tovább csinálja a dolgokat. Éva, köszönjük szépen, hogy itt Köszönöm voltál szépen. Velünk. Szép hétvégét kívánunk neked. És kedves nézők, mi pedig azt kívánjuk, hogy gyorsan öleljék meg tehát azt, aki éppen önök mellett ül, aztán figyeljenek, mert honismerettel folytatjuk a műsort. Július 13-án ismét falunap Kocsordon. Egész nap falusi játszóház, nép és ügyességi játékok várják a kicsiket, retro és veterán automotor kiállítás pedig a nagyokat. Lesz erőemelők bemutatója, és bárki megkóstolhatja hagyományos falusi ételeket és italokat. A fellépők listáját pedig olyan nevek színesítik, mint Gangsta Zoli és a Kártel, Nótár Méri vagy Gáspár Laci. Július 13. Szatmári és Kocsordi emberek találkozója, ahová mindenkit szeretettel várnak. Ismét motorbőgéstől lesz hangos és gumiégetéstől szagos a Mária Pócsi Rabócsi Ring július 14-én. Ekkor rendezik meg a Szabolcsi Tuning találkozót és retromobil kiállítást, ahol mindenkinek ott a helye, aki szereti a gyorsulást és a ladákat. Debreceni bor és jazz napok augusztus 1-től 4-ig. Gastro Jazz Jambori a Békástó partján a legszebb magyar borok és jazz muzsika jegyében. 80 hazai borászat, 200 jazz muzsikus, 40 koncert, 5 programhelyszín és kézműves vásár várja az érdeklődőket. A nemesség szerepe Magyarországon, erről szól az Országos Honismereti Akadémia, amelynek Nyíregyháza ad otthont július 8 és 12-e között. A részletes programot azonban már Bene János fogja elmondani. Jó estét, szia János! Hát már akkor vasárnap benépesül Nyíregyháza. Hányan érkeznek, és egyáltalán mondjuk nekünk kívülállóknak be lehet ebbe a történetbe kapcsolódni, vagy azért ez szigorúan zárt ajtók és falak mögött zajlik majd nem. A vetélkedő? Egyáltalán nem zárt, hanem mindenki számára nyitott. 170 ember regisztrált eddig az akadémiáról, az ország minden részéből, hála jó Istennek, Baranyából, Vasból, Tolnából, Csongrádból is jönnek érdeklődők. Elég vegyes társaság, szintén hál' Istennek, hiszen ebben nyugdíjas pedagógustól, orvosig, gyógyszerészig, a helytörténetet mondjuk amatőr szinten kutató és szerető ember lesz a vendégünk, és nyitott, tehát van olyan rész, hogy a kirándulás, mivel a busz az annyi, amennyi, de más, tehát az előadásokra, programokra mindenki jöhet. A nagy része a Megyeháza dísztermében lesz, ott lesz az ünnepélyes megnyitó hétfő reggel 9-től, és a plenáris ülések és az előadások pedig a Kossuth Gimnázium dísztermében vannak, tehát van hely, bőven lehet jönni. De hát ez úgy kezdődik hagyományosan, hogy vasárnap már elkezdjük, mert vasárnap este lesz egy jótékonysági bál, amelynek a bevétel a Honismeret című folyóirat megjelentetésére fordítódik majd, hiszen mint minden egyesületnek nekünk sincsen sok pénzünk, tehát valahonnan össze kell szedni a bizonyos költségeket, és ez úgy megy, hogy mindenhonnan hoznak felajánlásokat, ezeket tombolán elárverezzük, és ennek a bevételéből lesz egy kis pénze a Országos Honismereti Egyesületnek. És aztán ugye hétfőn az ünnepélyes megnyitom, mint mondtam, Horváth Zita államtitkárasszony lesz a díszvendégünk, de hát jelezte a jelenlétét a
megyei közgyűlés elnöke, Vinnai Győző képviselő, történet talán szívébe, tehát neki illik is itt lennie, Halkóni Éva a város részéről, szóval elég díszes társaság fogja ezt megnyitni, és lesz egy nagy előadás, mint egy ráhangoló előadás, Csorba László, aki a Nemzeti Múzeum főigazgatója volt korábban, ezt a korszakot kutatja, tehát amit ő nem tud, az nincsen a nemesség történetéből, és aztán délután szintén hagyományként elültetjük az akadémia emlékfáját a Hősök terén, és este pedig egy fogadást fog adni az Akadémia Tiszteletére Nyíregyháza városa. Eddig még ilyen lájtosabb, lazább a dolog, majd igazán a komoly munka kedden-szerdán zajlik, hiszen kedden-szerdán 17 előadás fog elhangzani. A szakmának azért a krémje jön el, elmondani a legújabb kutatásait, elmondani, hogy ki hogy látja a nemesség szerepét, hiszen a nemesség egy érdekes dolog, mint ahogy mondtad is, hiszen ha úgy végigfutjuk a történelemben a több százezer holdas, mondjuk Herceg Eszterházit, mondjuk egy tyukodi kis nemesség, akinek jó, ha van 5-6 holdja, de inkább bocskoros nemes, ugye, mert csak nemesi szabadsága van, mindenkinek egy forma, a Herceg Eszterháznak, meg a bocskoros nemesnek is, de hát ég és föld a kettő, köszönő viszonyban nincsenek egymással, tehát azért erről sok mindent lehet beszélni, hogyan viselkedik egy főnemes adott helyzetben, hogyan viselkedik egy kisnemes, hát csak itt Szabolcsban szerintem a nézők is sok mindent tanultak korábban, hiszen itt csak a csengeri, csengersi, vagy tyukodi kisnemesek buktatták ki mondjuk Kölcsé Ferencet a haladó programjával a Pozsony Országgyűlésből. Tehát ilyen része is van a nemességnek, meg hát vannak olyan része is, amikor Széchenyi megalapítja az akadémiát, akkor egy Szatmári Károlyi gróf, meg egy Berkeszi Vai gróf ugyanúgy beteszi mellé 30 ezer forintot. Egyébként az Országos Honismereti Akadémia milyen szempontok alapján választja ki az aktuális témát, ami köré fonódnak tulajdonképpen az előadások? Ennek sok minden, sokfajta dolga lehet, hiszen amikor nálunk utoljára volt az akadémia, büszkén mondom, hogy mi kezdtük az akadémiát a 70-es években, tehát még senki, mi már ezen gondolkoztunk akkor, akkor van főiskolás még akkor, kezdtünk belekapcsolni Hásfogyi tanár úr révén. De például, mikor ránk esett a sor 2003-ban, akkor egyértelmű volt, hogy a Rákóczi Szabadsághoz szó lesz szó. Tehát mindig van valami aktualitása. Most pedig éppen azon gondolkodtunk, mikor az országos elnökséggel beszéltünk, hogy valóban itt az országban a legnagyobb létszám volt mindig a nemesség. A nemesi, a Szabolcs-megyei társadalma 200 ezeres volt nagyjából a létszáma a reformkorban, és abból 25 ezer nemes. Tehát adott volt az, hogy hát akkor erről kellene beszélni, szét mindenfajta, ott volt gróf is, volt báró is, volt köznemes is. Köszönjük szépen, János, te előadsz? Igen. Mert ez már egy jó kis előfutára volt, akkor mikor láthatunk, hallhatunk? Én szerdán fogok beszélni, és mondom, mivel nyitott, mindenkit várunk, akit érdekel a nemesség története. A Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium. Így van. Nagy termében. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen. Mi pedig mindjárt folytatjuk a Weekend második részével, többek között a műanyagmentes júliussal, maradjanak velünk.